A 60-i galériában gyűlt össze a vers és rajzkedvelő közönség még decemberben, ugyanis itt mutatta be a legújabb kötetét Farmosi László. A Körmese címet viselő könyv pedig nem csak nevében jelzi, hogy ki a célközönség, már a külső megjelenése is azonnal elárulja, a gyermekeknek szól. A gyermekverseket gyermekek rajzaival illusztrálják. A 60-i költő műveit 60-i gyerekek alkotásai egészítik ki. Ahogy azt Király Kornélia, a Színes Alapítvány vezetője elmondta, az elmúlt 16 év alatt úgy dolgoztak össze, hogy arról nem is tudtak, mert ezek a versek úgy találták meg képpárjaikat, mintha közös tudatból merítkeztek volna. A programon Bacsa Tibor szerkesztő hangsúlyozta, ő több mint 10 éve ismeri Farmosit, és az első találkozásuknál tisztán tapasztalható volt, hogy nem egy szárnyait bontogató alkotóról, hanem egy kész költőről van szó. Versei rendszeresen megjelennek a 60-i kalendáriumban is. Farmosi szerint az ember élete során többféle módon lehet gyermek. Mikor még valóban kicsik vagyunk, amikor felnőttként még bennünk van a gyermek, amikor még élnek a szüleink, és amikor hiszünk a magasabb rendű világban. Hiszen ekkor rájövünk, ehhez képest mi valóban csak gyermekek vagyunk. Én hiszek abban, hogy a gyerekversek nem csak szépek, értékesek és felemelők, hanem bírnak egy ősi mágikus gyógyító erővel, és ez legyen így. A költőnek 3 gyermeke van, így apasága során bőven tudott honnan ikletet meríteni az írásokhoz. A bemutatón verseket szavaltak, és több zeneszámot is előadtak. A program végén pedig azok a gyermekek, akiknek rajzai szerepelnek a könyvben, megkapták a kötetet.